Semmiképpen nem hagynám ki a legendát az igazi ellenzékiekről. Évek óta épül ez, hogy a jó ellenzéki az, aki az elmúlt 14 évben legalább egyszer a Fideszre szavazott. Az még jobb, ha dolgoztál is az Orbán kormányban, így akár ellenzéki pártelnök vagy főpolgármester jelölt is lehetsz. A mai ellenzéki politikusként 2014-ben még a Fideszre szavaztál, annál csak az a jobb, ha még 2018-ban is. Ha pedig még 2022-ben is, az már maga Jolly Joker, az igazi ellenzékiség quintesszenciája, világos és megdönthetetlen bizonyíték az illető éles látására, gerincének egyenességére és az orbáni világgal való szembenállásának mély elvi jellegére. Lassan ott tartunk, hogy aki az elmúlt 14 évben egyszer sem szavazott a Fideszre, magyarok milliói, már nem is igazi ellenzéki, akiért nem kell dolgozni, mert úgyis megvan. Ő már csak olyan másodrangú ellenzéki, aki nem kiábrándult fideszes, mert soha életében nem volt beábrándulva se a Fideszbe, az már nem is érdekes. Mi nem kajtatunk kiábrándult fideszesek tömegei után, mert körülbelül annyi lehet belőlük az országban, ahány forintot önerejéből keresett meg Orbán Ráhel. Nem sok. Mi azokért küzdünk, akiket sért, ha a szavazatukat magától értetődőnek veszik a politikusok csupán azért, mert évek óta az ellenzéket támogatják. Mi őket várjuk június 9-én a szavazóurnáknál, a kiugrott fideszesek meg nyugodtan választanak maguknak más pártot, van belőle elég.